A rovásírásra gyakran úgy gondolunk, mintha valamiféle misztikus és megfejthetetlen kifejezésmód lenne, pedig nem más, mint a magyarság ősi írásmódja, amely pontosan megfeleltethető a magyar ABC-nek. Dr. Múri Antal évek óta foglalkozik a magyarság történetével, melynek fontos része a rovásírás, s nemrégiben kapott egy igazi különlegességnek számító könyvet. A felső sor az magát, ugye Gárdonyi Gézának a nevét jelzi, azt nyilván látszik is, hogy ott a két jel, hogy a G betű az hogy van megformálva, és akkor az egri csillagok. Tehát itt van Gárdonyi, Géza, egri, csillagok. A K betű itt van a végén, a rombusz alakú K betű. A rovásírást szokás székely magyar rovásírásnak is nevezni, mivel a legtöbb emlék Székelyföldön maradt fenn. Múri doktor elmondta, hogy a rovásírás a bizonyíték arra, hogy a Kárpát-medence egykor csak a magyaroké volt. A rovásírás az egy nagyon régi írásmód. Ugye ma hivatalosan úgy hívják, hogy székely magyar rovásírás. Ez több ezer éves múltra tekint vissza. Ennek vannak régészeti emlékei is, hogy ez az írás nagyon régóta létezett, és ennek az írásnak a létezése a magyarság, a magyar nemzet birtoklevel a Kárpát-medencére, Kárpát-medence vonatkozásában. Ugye van a csodálatos magyar nemzetünk, amely a Jóisten nemzete, amelynek van egy csodálatos nyelve, amelyet gyakorolunk, és van egy csodálatos írásunk is, amit hivatalosan ma nem alkalmazunk, de valamikor ezen az írásmódon írásmódot alkalmazták. Juhász gyerekektől a fejedelmekig tudták ezt az írásmódot a magyar emberek. Dr. Múri Antal kifejtette, hogy ahogyan a magyarok ősi hitét, úgy a rovás írást is többször megpróbálták kitörölni az ember emlékezetből. A történelem során tucatjával semmisítették meg a rovás írással készült kódexeket és könyveket, főleg első Béla idején, azonban szerencsére még így is számos emléket megtaláltak a régészek. Akkor az emberek még közelebb éltek a Jóistenhez, és ezekkel a fohászokat, mondjuk így, hogy himnuszokat is írtak, és ezeket megörökítették, és ennek nyomai megtalálhatók, hál' Istennek ma is megtalálhatók a régészeti emlékek között. Megemlíteném még esetleg Torma Zsófia nevét, aki az első régésznő volt, és magyar volt, és a 19. században a Maros mentén, ott a leomló löszfalból, partfalból cseréptöredékeket talált, és ezeken a cseréptöredékeken is rovásírás jelek figyelhetők meg, és ezek is több ezer évesek, ezek is 4-5 ezer éves jelek. Tehát ez azt jelenti, hogy azért nagyon régen itt élünk mi ebben a Kárpát-medencében, amikor még más nem is élt itt velünk együtt. A rovásírás betű írás, vagyis minden hanghoz rendel egy betűt. Doktor úr elmondta, hogy az ősi betűkészlethez képest a Forrai Sándor féle ABC 6 betűvel többet tartalmaz. Valamikor 32, érdekes, hogy valamikor az ősi rovásírásban 32 betű volt. 32 fogunk van és 32 betű van. Ugye ma a magyar adorján azután Forrai Sándor féle rovásírás ABC-t használjuk, ebben olyan 38 betű van, mert amikor ugye a latin írásmódot bevezették, kötelezővé tették, akkor nagyon sok olyan betű vagy hangra nem volt megfelelő betű, és csak később találtak ki hozzá dolgokat, de itt a magyar rovásírásban minden hangra meg volt a megfelelő jel. A rovásírás további különlegessége, hogy jobbról kezdték az írást és balra haladtak, emiatt pedig az olvasást is a könyv hátuljánál kellett kezdeni. Ott jobbról balra írtak, egyszerűbb egyébként jobbról balra írni, és az olvasás is ugyanebben a menetben történt. Szavakat, szótagokat ugye el lehet különíteni, ott is szépen, és egyébként érdekes, hogy nem csak jobbról balra írtak, esetenként volt olyan is, hogy fölülről lefelé, vagy alulról felfelé, ez ritka volt, de nyilván a hely viszonyok voltak olyanok, például kopjafákon így írtak, mert ugye nem volt elegendő hely, és akkor vagy fölülről lefelé, vagy alulról felfele végezték ezeket a rovásokat.
A rovásírás mondat kezdő nagybetűt és írásjeleket sem tartalmaz, de Móri doktor szerint nincs is rá szükség, hiszen a mondatok a magyar szórendet követik, így mondatvégek nélkül is lehet értelmezni az olvasottakat. A rovásírás része természetesen a számrovás is, amelyet gazdasági célokra használtak egykor. Amikor a gazda odaadta a birkáit a juhásznak, hogy hajtsa ki, akkor fölvették az adatokat egy lapra, ez falap volt, és följegyezték az adatokat, és akkor ketté törték. Így aztán, amikor ősszel a behajtás volt, akkor le tudták ellenőrizni, nem lehetett csalni. Tehát stimmelnie kellett a két deszkadarabnak, és akkor avval kellett elszámolni, ami rajta volt írva. A rovásírást könyvek és különböző kiadványok segítségével bárki megtanulhatja. Néhány magyarországi iskolában azonban szabadon választható óra keretében tanítják a rovásírást, mondja a doktor úr, majd hozzátette, csak remélni tudja, hogy előbb vagy utóbb, de minden magyar ember megismeri ezt a szent írásmódot. Én azt hiszem, hogy egyre nagyobb jelentősége lesz, hiszen úgy érzem, hogy a mai korunkban a magyar nemzet szelleme ébredezik. Abban a fázisban vagyunk, hogy egy nagy szellemi újjászületés előtt áll a nemzetünk, és ezért nagyon fontosak számunkra azok is, mivel mindig a múltból tudunk táplálkozni ahol, hogy egy fényes jövő felé haladjunk, és ezért nagyon fontos az véleményem szerint, hogy ebben ismerkedjünk meg. Természetesen én sem vagyok ennek a nagy tudója, de barátkozom vele, és barátkoztatom az unokáimat is, és őnekik megvan az a képességük, hogy pillanatok alatt egy pár betűt úgy meg tudnak jegyezni, hogy én magam csodálkozom ezen. A rovásírás tehát úgy tűnik, hogy visszakerül a köztudatba és bizonyos szinten a használatba is, hiszen 2003 óta egyes helység és beköszönő táblákon rovásírással is feltüntetik a települések nevét, és nem csak Erdélyben, hanem Felvidéken és természetesen Magyarországon is.